Jó estét kívánok, a felelős szerkesztő Rossz Prim Nándor nevében is. Szijjártó Ildikó vagyok. A természet tudatos és tervszerű szakmai védelme, az értékek minél szélesebb körben történő bemutatása. Talán így lehetne összefoglalni a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóságának tevékenységét. Az év elejétől új vezetéssel dolgozó szervezet a szakmai tevékenység mellett egyre inkább pártolója és szervezője a szelíd turizmusnak, ember és természet közvetlen kapcsolatba kerülésének, ahogy tetszik, az aktív természetvédelemnek. Milyen barlangi kalandtúrára van lehetőség a Mecsekben? Az Alduna felfedezéséhez mit kínálnak? Megújul-e a mohácsi történelmi emlékhely? Hol tart a Mecsek Nyugat védetté nyilvánítása? Köszöntöm nézőinket és vendégeinket, Horváthné Buhert Esztert, a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóságának igazgatóhelyettesét, Závodszky Szabolcs megbízott igazgatót és Komlós Attila turisztikai menedzsert, akiktől azt is megkérdezzük, hol folynak természetvédelmi, rehabilitációs munkák a Nemzeti Park területén, mit terveznek a Dráva mellék, illetve holtágainak megőrzéséért, s hogy jelenleg milyen fajvédelmi programok zajlanak. Nézőinket arra kérem, kérdezzenek, üzenjenek vendégeinknek az 510-008 és az 510-009-es, valamint SMS-en a 91-330-770-es számokon, vagy pedig írjanak e-mailt a forum@pecstövö.hu címre. Kezdjük a beszélgetést azzal, amit a bevezetőben is említettem, hogy új vezetéssel kezdte az idei évet a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatósága. Závodszky Szabolcs megbízott igazgatóként, Horváthné Buhert Eszter pedig igazgatóhelyettesként folytatja a munkát. Azért mondom, hogy folytatja, hiszen korábban mindketten az igazgatóság munkatársai voltak. Igaz, hogy más beosztásban. Az önök irányításában lesz-e változás az igazgatóság a Duna-Dráva Nemzeti Park tevékenységében? Mit terveznek? Hát biztosan lesz változás, hiszen más személyek irányítják ezt a szervezetet. Ugye mind a ketten ennél a szervezetnél dolgoztunk korábban is, én magam természetvédelmi igazgató helyettesként. Ennyiben meg azt mondhatom, hogy a korábbi munkát szeretnénk továbbra is folytatni, amit jó néhány évvel ezelőtt megkezdtünk, tehát egyfajta folytonosság lesz, de nyilvánvalóan az új kihívásoknak mi egy minden jobban szeretnénk megfelelni, úgyhogy bizonyos tekintetben lesznek nagyon jelentős változások is. Néhány hónap már eltelt azóta, mióta ön a megbízott igazgató. Mik az első benyomásai, hogy tetszik? Hát szerettem ezt a munkát más beosztásban is. Óriási lehetőségeket látok a természetvédelemben, óriási lehetőséget látok a közeljövőben. Azt gondolom, hogy itt a dél-dunántúli térségben az ország természetvédelmi szempontból egyik legértékesebb területén nekünk nagyon nagy feladatunk van. Nagy feladatunk abban, hogy azokat a természeti értékeket, azokat a védett területeket, azokat a védett fajokat megőrizzük, amelyek itt Magyarország, sőt az egész Kárpát-medence, de azt is mondhatom, hogy Európa számára különlegességet jelentenek. Ezért dolgozunk, hogy mind hazai, mind nemzetközi szinten nagyon jelentős eredményeket érjünk el. Eszter, önnek miben más a munkája a korábbihoz képest? A munkám nagy részében nem változott, tehát a legfőbb feladatomnak a természeti értékek megismertetését tartom, továbbra is az ökoturizmus fejlesztése, a természetvédelmi értékek bemutatása, ez az irány, amit kollégáimmal együtt hát ebben dolgozunk, és az idei évtől új lehetőségeket, új szolgáltatásokat, új turisztikai kínálatot próbálunk kínálni a látogatóknak, az érdeklődőknek, a természetbe vágyóknak. A tavaly megkezdett és nagyon sikeresnek bizonyult jelvénygyűjtő túrákat az idén is folytatjuk, és ezeket kiegészítjük olyan aktív természetvédő programokkal is, mint például a békamentés, vagy például védett növényeknek a megismerése és egyben számlálása is, tehát valamiféle kutató jellegű tevékenység is, amivel szeretnénk közelebb vinni az embereket a mi szakmai munkánkhoz is. Ezekről részletesen beszélünk majd a műsorban, kedvet csinálunk nekik, de előbb halljunk egy kicsit arról is, hogy a turisztikai menedzser mit csinál a társaságnál. Ahogy igazgatóhelyettesünk az imént említette, szeretnénk bevonni a nagy közönséget, a természet iránt érdeklődő
Pécsi, Dél-Dunántúli és a más régiókban élő embereket a munkánkba. Egyrészt ez olyan szempontból fontos, hogy megismertessük a nagy közönséggel azt a szakmai munkát, ami a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóságon folyik. Másrészt pedig, hogy kedvet csináljunk az érdeklődőknek a kimozdulásra, a természetbe való kirándulásra, tehát hogy a négy fal közül kimozdítsuk az embereket, így olyan szinten is gondolkodunk. Másrészt pedig, akik komoly szakmai ismeretekre vágynak, azoknak is tudunk nyújtani programokat a már említett szakvezetéses túrák keretében, vagy a jelvényszerző túráink kapcsán. Hogyha nagyon leegyszerűsítjük az igazgatóság a Duna-Dráva Nemzeti Park feladatait, akkor két nagy, nyilván összefüggő részre oszthatjuk ezt. Az egyik a szigorúan vett szakmai rész, illetve az ehhez kapcsolódó közönség kapcsolati tevékenység. Melyiket tartják fontosabbnak? Inkább azt mondom, hogy egyforma fontosnak gondoljuk mind a kettőt. Nagyon nehéz egy aktív természetvédelmi tevékenységet úgy folytatni, hogyha azt a társadalommal nem tudjuk megismertetni, és a munkánkat nem tudjuk elfogadtatni. Tehát a szigorúan vett szakmai tevékenység, itt a természetvédelmi kezelést, a vagyonkezelést, a fajvédelmi tevékenységet értem, az nyilván, ha ezt a társadalomnak nem tudjuk bemutatni, akkor ez továbbra is egy ilyen szűk körben mozgó tevékenység lesz. Nekünk alapvető feladatunk, hogy az embereket közel hozzuk a védett területekhez, közel hozzuk a természetértékekhez. Természetesen úgy, hogy azokat továbbra is megőrizzük, illetve megóvjuk, de azt nyilvánvalóan tudomásul kell venni, hogy itt a Kárpát-medencében az embernek több ezer éve tartós jelenléte van, az élőhelyek egy jelentős részét átalakította, és emellett is fel tudtak maradni nagyon jelentős természeti értékek. Mi ezeket a természeti értékeket nem csak hosszú távon megóvni szeretnénk, hanem szeretnénk a nagy közönség számára is bemutatni. Ezért egy nagyon fontos tevékenységünk a bemutatás és a turisztikai feladatok. Tehát ezt a két nagy dolgot kell összehangoltan végezni, egymást erősítve. A gazdasági megszorítások mennyiben érintik az igazgatóság munkáját? Kevesebb pénz jut a természetvédelemre, a parkok fenntartására? Hát nyilvánvalóan költségvetési szervként mi sem tudtuk elkerülni bizonyos megszorító intézkedéseket, de ugyanakkor pedig azt tudom mondani, hogy az Európai Uniós tagságunkkal nagyon jelentős források nyíltak meg a számunkra. De egyrészt ugye itt a régióban is már sokat lehetett hallani az úgynevezett operatív programokról, egyrészt a regionális operatív programokról, meg az ágazati operatív programokról, környezet és energetikai operatív programból. Mind a kettő olyan jelentős forrást jelent a számunkra. A ROP-nál ott már most megvalósuló beruházások vannak, amelyek az idejében elkészülnek, a másiknál pedig pont a tervezési időszak indult el, amelyek hosszú távon a mi munkánkat segítik, és talán természetvédelemben soha nem látott fejlesztések lehetnek. Az elmúlt években önöket sem kerülték el a létszámleépítések. Ezen már túl vannak? Most már fix a csapat? Ennél kevesebben már nem lesznek? Hát nagyon reméljük, hogy ezen tényleg most már túl vagyunk. A tavalyi évben egy 21-néhány százalékos létszámleépítést kellett végrehajtani a mi szervezetünknél is. Igyekeztünk úgy átszervezni a tevékenységünket és a munkánkat, hogy lehetőség szerint minden szakterületre megfelelő szinten tudjunk koncentrálni ezután is. Említettünk egy bűvös szót, hogy szelíd turizmus. Mit jelent ez tulajdonképpen? A szelíd turizmust inkább felelős turizmusnak lehetne mondani, illetve magyarázni. A természeti értékek megismerésére irányul ez a fajta turizmus, és azoknak a bemutatására szolgál, és mindezt úgy hajtja végre, hogy a természeti értékeket a lehető legkevesebb mértékben károsítja. Tehát egy felelős, fenntartható turizmusnak lehetne még inkább nevezni. Én azt gondolom, hogy a nemzeti park igazgatóságoknak ebben nagyon nagy szerepe van, hiszen a védett területeket, a védett értékeket szeretnénk bemutatni, és hát ezt mindenképpen egy partneri viszonyban, egy jó kapcsolatban kell a látogatókkal együtt tennünk, hogy ezt nem csak ők, hanem majd a gyermekeik és az unokáik is megnézhessék és átélhessék azokat az élményeket, amelyeket a természet ad. Tehát itt a természetet járók felelősségéről beszélünk elsősorban, hiszen mindannyiunk közös érdeke, hogy megmaradjon, megőrződjön a természet olyannak, amilyen most. Viszont azért sokszor előfordulnak olyan esetek, amikor
szándékos rongálással kell szembenézniük. Most ugye nagyon divatos lett a terepjáró motorok, quadok használata az erdőben, és nagyon sokszor védett területeken száguldoznak az ezt használók. A hétvégén úgy tudom, hogy ellenőrzéseket is tartottak, és sikeres volt ez az ellenőrzés. Sikeres volt, mert elkaptak néhány embert, de hát azért ez mégsem sikernek nevezendő, inkább szomorú. Így van. Hát ez egy olyan technikai jellegű tevékenység, ami itt az elmúlt néhány évben nagyon jelentős mértékben tört előre. Sajnos nem csak a nem védett területeket, hanem a védett erdeinkben is nagyon jellemző ez a quados terepmotoros tevékenység. Ugye itt biztosan sokan hallottak arról, hogy nem olyan régen egy haláleset is történt itt pont a mecsekben. De hát nagyon komoly természetvédelmi károkat tudnak okozni ezek a quadok, illetve a terepmotorok. Gyakorlatilag egyrészt azzal, hogy egy nagyon jelentős mértékű zavarást valósítanak meg az erdőben, pont ilyenkor tavasszal, amikor például a ragadozó madaraknak a költési időszaka indul, másrészt pedig ezeknek a gépjárműveknek és motoroknak a taposási kára az egy nagyon jelentős, hiszen nem csak a kijelölt utakon közlekednek, hanem keresztül kasul az erdőkben. Úgyhogy az elmúlt hétvégén a rendőrséggel, illetve a határőrséggel közösen egy nagyszabású razziát tartottunk a mecsek különböző területein, és hát ennek eredményeképpen kerültek lefoglalásra ilyen eszközök, és hát természetvédelmi szabálysértés ügyében itt eljárás is indult az igazgatóságon, és hát várhatóan a közeljövőben ezeket az ilyen jellegű ellenőrzéseket, ezeket egy kicsit sűríteni fogjuk, mert szeretnénk ezt a tevékenységet kordába tartani. Mit mondanak ezek az emberek, akiket tetten érnek ilyen esetekben, hogy ők nem tudták, hogy itt nem szabad? Hát igen, egyelőre úgy tűnik, hogy egy nagy fokú tájékozatlanság van ebben a dologban. Ugye ez egy technikai jellegű sport, ha nevezhetjük a sportnak, és az mindenképpen engedélyköteles a védett tevékenységen, de hát ez a tevékenység nem csak a védett területen, hanem más erdőterületeken is nagyon jelentős, úgyhogy itt hát a rendőrségen túl reméljük, hogy az erdőtulajdonosokkal és az erdőgazdálkodókkal is össze tudunk fogni, hogy egy meghatározott mederbe tartsuk az ilyenfajta sportot. Pedig nagyon egyszerű a szabály, védett területen semmilyen járművel nem szabad közlekedni. Hát vagy legalábbis engedélyköteles, hogy találjuk meg azt a formát, ahol nyilván tudunk olyan területeket kijelölni a védett területeken kívül, ahol az ilyenfajta szórakozás vagy kettelés is folytatható. Van ilyen, tudnak ilyet javasolni? Mindenképpen tudunk, hát rengeteg nem védett terület van itt a térségben. Illetve azt is el lehet mondani, érdemes megemlíteni, hogy védett területeken is már kerültek kijelölésre bicikliutak, lovon is lehet közlekedni, tehát ezek is olyan járművek, ha úgy tetszik, amikkel azért meg lehet ismerni a természetet. Beszéljünk egy kicsit a lehetőségekről, hogy mi mindent kínál a környezetünk. A Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatósága hoz nagyon sok értékes terület tartozik, ilyenek például az Alduna környéke, Béda, Karapancsa, Gemenc térsége. Ezek megismerése mind-mind nagy újdonságot, felfedezést okozhat azoknak, akik még nem jártak arra. Mi mindent lehet megismerni? Az idei évben több új kínálattal jelentünk meg az idegenforgalmi piacon, többek között elsősorban Gemenc és Béda-Karapancsa térségében. A Coca-Cola magyarországi szervezete támogatásával jelentős fejlesztéseket, infrastruktúrális fejlesztéseket tudtunk véghez vinni ezeken a területeken. Kenukat vásároltunk, kis hajókat, amelyekkel hát egy kicsit izgalmasabbá tehető az ártéri területnek a megismerése, mellékágakba lehet majd bejutni szakvezetéssel, és egy egységes irányító tájékoztató táblarendszer is kihelyezésre kerül az április folyamán. Tehát amikor már egészen kizöldül a Gemenc, az Alduna menti területek, akkor itt már bízunk benne, hogy nem fognak eltévedni a turisták. Igen, komoly volt ez a támogatás, 25 millió forint, hogyha jól tudom. Mindet elköltötték már, vagy lesz még feladat belőle, amit meg tudnak oldani? Az idei évre vonatkozóan ezt az összeget elköltöttük, elsősorban az említett beruházásokra, de ez a támogatás vagy együttműködés úgy tűnik, hogy hosszabb távú lesz, és szeretnénk tovább folytatni az ökoturisztikai fejlesztéseket ezen a két területen. Egyébként Gemenccel kapcsolatban hadd kérdezem, hogy tervezik-e a látogatóközpont felújítását, ott fejlesztések lesznek-e?
Hát nem csak hogy a felújítását, hanem egy teljesen új látogatóközpontot szeretnénk Gemencen kialakítani. Ugye várhatóan itt az elkövetkező néhány évben pont ott abba a térségbe fog odaérni, illetve elhaladni ez a bizonyos M6-os autóút, és nekünk ma Gemencen nincsen megfelelő európai szintű bemutatóhelyünk, így az észak-gemenci térségben Szekszárdhoz nagyon közel szeretnénk egy nagyon modern látogató és bemutatóközpontot kialakítani. Ugye ott korábban már létesült egy kiállító hely, az egy kicsit még a múltnak a nyomait viseli magán. Most ehhez az európai szintű ártéri erdőterülethez szeretnénk felnőni egy nagyon modern bemutató központtal is. Ezek a területek egyébként mennyire népszerűek a látogatók körében? Ön hogy látja, hogy ismerik, keresik, vagy ezért rá kell őket vezetni? De kiemelném azt, hogy a védett területeknek a látogató számát nem lehet korlátlanul növelni, tehát itt nem beszélhetünk olyan tömeges turizmusról, mint a városi vagy tengerparti turizmus esetében. Fontos megtalálni azt az optimális szintet, amit egy adott terület képes eltartani, és ez vonatkozik a nemzeti parki területeken kívül a tájvédelmi körzetekre és más természetvédelmi területekre is. Ezért tartjuk fontosnak azt, hogy kijelöljünk olyan pontokat az egyes tájegységeken belül, ahol tudjuk koncentrálni a látogatókat, ilyen a Duna mentén a Gemenci erdőben, a Szekszárd-Bárányfok közelében igazgató úr által az imént említett tervezett bemutatóközpontnak a kialakítása, illetve a Dráva mentén Barcs, Dráva-Szentes településen található másik ilyen objektumunk a Dráva menti területeknek a látogató központja, és ide igyekszünk koncentrálni a nagyobb látogatószámot. Ezen a két látogató központon kívül még kiemelnék olyan helyeket, bemutató helyeket, amelyek nem nemzeti parki területen helyezkednek el, hanem olyan védett területeken vagy érdekes természeti képződmények közelében, mint amilyen az Abaligeti barlang. És hát úgy nagyságrendileg tudok mondani számadatot is arra vonatkozóan, hogy évente hányan keresik föl a Nemzeti Parknak a bemutató helyeit. Ez olyan 170-180 ezer embert jelent, akik statisztikailag kimutathatóan vagy belépőjegyet váltanak, vagy részt vesznek a Nemzeti Park igazgatóságnak a programjain. Elégedettek ezzel a számmal, vagy még tovább szeretnék növelni? Úgy érzem, hogy még vannak lehetőségek előttünk, tehát nem állhatunk meg itt ennél a pontnál. Előző témánkhoz érkezett közben egy kérdés, az képernyőn olvashattuk, arra kíváncsi egy nézőnk, hogy milyen szankciókat alkalmazhatnak a motorosokkal szemben. Hát ugye magának a szabálysértési eljárásnak a lefolytatásáig ezeket az eszközöket lefoglalhatjuk, illetve elkobozhatjuk, és hát 100 000 forint mértékig a cselekmény súlyától függően tudunk büntetést kiszabni, mint természetvédelmi szabálysértési hatóság, de hát ugyanakkor, mivel ez erdő területen folyt, ezért magát az ügyet az erdészeti hatóságnak is át fogjuk adni, akik pedig erdővédelmi bírság keretében tudják ezt a tevékenységet szankcionálni. Előfordult már, hogy ki is szabtak ilyen bírságot? Hát ilyen esetben még nem, ez most az első ilyen eredményes akció volt. Említette a barlangokat, nagyon sokan szeretik a barlang túrákat, de azt talán kevesebben tudják, hogy barlangi kalandtúrára is lehetőség van a Duna-Dráva területén. Hol és milyenre, hol történik ez a túra? Ez a Nemzeti Park Igazgatóság egyik legújabb kínálati eleme. Az Orfűi-tó közelében található mészégető források barlangjáról lenne szó. Ez egy kiépítetlen barlang, tehát nem olyan, mint az Abaligeti barlang példaképpen, ahol hídon, járdán, létrán lehet előre haladni, akár utcai cipőben is, hanem ez egy komoly kihívást jelent azok számára, akik fogékonyak az ilyen jellegű kalandokra. Tehát így röviden elmondva a barlangi kalandtúra lényegét itt abból áll, hogy minden résztvevő kap egy overát, egy sisakot és egy fejlámpát, tehát így nyilván kikövetkeztethető, hogy a barlangban teljes sötétség van, és a tisztaság is hát olyan, hogy jobb vigyázni a ruhánkra. Ez egy körülbelül 200 méteres szakaszt jelent, ami látogatható vezető kíséretében, és körülbelül olyan
2-3 órás időtartamú túráról van szó, tehát így ebből lehet gondolni arra, hogy meglehetősen lassú és nehézkes az előrehaladás a barlangban, de pont ez jelenti a lényegét, hogy szinte minden méterért meg kell küzdeni. Tehát kúszni, mászni kell. Van, hogy egészen szűk félméteres járatokon kell bebújni, és hát már szinte előre meg kell tervezni minden mozdulatunkat, hogy hogyan tudunk előre haladni a barlangban, mert könnyen juthatsz úgymond zsákutcába az ember. Igazi, komoly kihívás. Én elmondhatom, hogy a közelmúltban végigjártam ezt a barlangtúrát, és nagyon nagy élmény volt számomra. Ez olyan szempontból mindenképpen jó, hogy így össze tudja hasonlítani az ember azt, hogy milyen egy igazi vad barlangot végigjárni, és milyen egy kiépített járdákkal, hidakkal ellátott barlangban végig sétálni. Tehát itt egy ilyen kiépítetlen barlangban igazán érzi az ember a természetnek az erejét, vagy a természetnek a nagyságát. De azért ugye teljesen biztonságos ez a barlang, természetesen nem történhet baleset. Azt elmondanám még, hogy kis csoportokban zajlik a vadbarlangnak a felfedezése, tehát 4, maximum 8 fős csoportokat engednek be a barlangba, 2 barlangi túravezető szakképzett emberek kíséretében, és barlangnak a látogatási lehetősége az korlátozott, tehát hetente 3 napot engedélyeztek számunkra, ez pedig a keddi, a csütörtök, illetve a szombati nap. Ez így a természetvédelme szempontjából fontos, hogy szintén, amiről az előbb is már említést tettem, hogy ne terheljük túl a természeti környezetet a látogatással. Most nyilván nem arra gondolok, hogy ott szemetelnének az emberekben, de a lélegzés, az emberek testhőmérséklete az befolyásolja az ottani klímát, illetve a természeti adottságokat, és ezt figyelembe kell venni, hogy hosszú távon fenntartható legyen az eredeti formája a természetnek. Ezek a túrák most már mennek, vagy most tavasszal indulnak? Most tavasszal fognak indulni, egyelőre egy ilyen szakmai bejáráson vettünk részt, és a közeljövőben lesz majd a hivatalos átadása ennek a barlangnak. Lesz-e idén szúnyogírtás a Dráva mentén, ezt kérdezi egy nézőnk? Hát ebből a kérdésből túlságosan nem vagyunk illetékesek, de ha már itt tartunk, akkor ez ugye minden évben aktuálisan felmerülő probléma, hogy ugyan a védett területeken lehet-e szúnyogot írtani, vagy nem. Egy olyan fajta eljárást szoktunk folytatni, hogy nyilvánvalóan azokban a városokban, és itt nem csak a Dráva mentén, hanem elsősorban a Duna mentére is gondolok, Mohács, Baja vagy Szekszárd térségében, ahol nagyon jelentős a nyári időszakban bizonyos esetekben a szúnyog invázió, ott a városoknak a területén, tehát az ahhoz tartozó külterületen is, nem mi, hanem az úgynevezett zöld hatóság, de a mi szakértői megkeresésünkre engedélyezni szokta a szúnyogírtást. Úgyhogy nyilvánvalóan, hogyha az önkormányzatoknak lesz elég pénzük, akkor azt gondolom biztosan lesz, ha lesz ilyen probléma. Barlangokról beszélgettünk, de nem csak Orfű, Abaliget környékén van barlang térségünkben, hanem egészen közel is. Itt a Tettye most egy nagy beruházás zajlik, a Tettye barlang látogathatóvá tétele. Hol tartanak a munkálatok? Hát a barlangnak a kiépítése folyik jelenleg, tehát a látogatóknak az igényeiknek a kielégítésére, egy ilyen nagyon viszonylag kis szerény fogadóépületnek a kialakítása, és hát magában ezeknek a bizonyos útvonalaknak a kialakítása, hogy balesetveszélymentesen és könnyen be lehessen járni. Várhatóan olyan nyár közepére ez elkészül, és akkor onnantól kezdve pedig megtörténik egyfajta ilyen kiállításnak a kialakítása a Tettye barlangon belül, hiszen itt nem csak a természeti érdekeket szeretnénk bemutatni, hanem maga a Tettye és ez a bizonyos tettyei barlangrendszer, ez többé-kevésbé ilyen mesterségesen kialakított barlang. Tehát ennek vannak természetes útvonalai meg képződményei, és hát vannak úgynevezett mesterséges járatai is. Tudjuk, hogy a történelmi időkben laktak is ebbe a barlangba, tehát voltak lakások is, meg hát nagyon sok mindenre használták. Mi így nem csak természeti védelmi, geológiai szempontból, hanem kultúrtörténeti szempontból Pécshez kapcsolódóan, Pécshez és a Tettye emlékeihez kapcsolódóan is szeretnénk ezt a barlangot bemutatni, és hát reméljük, hogy a kora ősszel, a késő nyáron összeáll ez a kiállítási anyag, és meg tudjuk nyitni ezt a barlangot. És ezzel már valahol egy kicsit talán
ha nem is hivatalosan, de félhivatalosan az Európa Kulturális Fővárosa programhoz, bár ugye az 2010-ben lesz, de egyfajta új idegenforgalmi kínálattal mi is tudunk kapcsolódni. És ebben a barlangrendszerben milyen lesz a járás? Itt lábon lehet végigmenni, vagy úgy, mint a másikban, csak viszva mászol? Itt lábon végig lehet menni. Itt kicsit hasonlóan, mint mondjuk a már kiépített idegenforgalmi barlangokhoz, de mondom, egy olyan plusz attrakcióval, hogy egyfajta ilyen kiállítási elemeket is magának az egész térségnek a történetét bemutatva szeretnénk ezt kialakítani. A barlang azért a Baliget jut legtöbbünknek eszünkbe, ahol sok más látnivaló is van, például egy egyedülálló Denevér Múzeum is működik. Sikeres ez? Igen, ezt a Denevér Múzeumot 2004-ben nyitottuk meg, egészen közel az Abaligeti barlanghoz, és évente egyre nagyobb látogatószámban ismerik meg az emberek a denevérek világát. Most már úgy tűnik a statisztikák alapján, hogy minden második barlangi látogató a Denevér Múzeumot is megtekinti, és azt hiszem, hogy szívesen visszatérnek ide a látogatók, mert ebben a kiállításban a denevérek kicsit misztikusnak, ismeretlennek tűnő világával ismerkedhetnek meg. Sokan félnek tőle, idegenkednek a denevértől, ugye, hogyha például egy panelházba beröpülnek, nem tudnak vele mit kezdeni, sokan még a hiedelmekkel kapcsolják össze őket. Ebben a múzeumban meg lehet ismerni nagyon sok érdekességet, és azt hiszem, meg is lehet kedvelni ezt az állatcsoportot. Közben jött még egy nézői kérdés, hogy mikor lesz legközelebb békamentő akció, és lehet erre gyerekeket vinni. Másrészt pedig azt is szeretné tudni a nézőnk, hogy nem lehetne valahogy megóvni a sündisznókat. Békamentő akciót azt minden tavasszal szoktunk szervezni. Ez most már évek óta rendszeresen több civil szervezettel együtt szervezzük, elsősorban Sikonda, Orfű és Abaliget térségében, a tavaknál. Ugye ez arra irányul, hogy a télen az avarban áttelelő békák átvonulnak a szaporodó helyekre, a vizekbe, a tavakba, és abban az esetben, hogyha a telelő hely, az erdő és a tó között egy gyorsforgalmi, vagy hát egy nagy forgalmú út van, akkor ez veszélyezteti a békáknak az életét. Ezt szoktuk segíteni háló kihelyezésével, és a békamentő akció során a háló mentén végigmenve összegyűjtjük a békákat, és mesterségesen mi vödrökben, különböző edényekben átvisszük őket a szaporodó helyekhez. Amikor a visszavándorlás történik, ugye ez a pete lerakását követően egy kicsit időben széthúzódik ez az időszak, itt már nem szoktunk külön hálókkal segíteni, itt nem olyan erőteljes a veszélyeztetés. A kis békáknak a visszavándorlása szintén időben jobban elhúzódik, tehát erre már nem szoktunk ilyen akciót szervezni, úgyhogy azt tudom mondani, hogy a következő békamentő akció jövő tavasszal várható. És hát a tapasztalat, tehát visszatérve a kérdésre, hogy gyerekeket lehet erre vinni, a tapasztalat azt mutatja, hogy a leglelkesebb segítőink a gyerekek. A sikondai akción 2 éves kisgyerek volt a legfiatalabb résztvevője, aki homokozó vödrével jött, és szinte a legnagyobb méretű nőstény varangyot ő találta meg, és vitte át nagy büszkén. És mi lesz a sündisznokkal? Védeni kell, óvni őket? A sündisznó az egy védett állat egyébként, ez egy védett rovarevő. Én azt tudom tanácsolni mindenkinek, ugye ez azért ilyen emberi környezetbe fordul elő nagyon gyakran, elsősorban ilyen kis kertekben, hogy nem kell őket vinni sehova. Ahol ők vannak, ott nagyon jól érzik magukat, én azt gondolom, nem is nagyon kell őket etetni almával, meg tejjel, meg semmiféle ilyesmivel, hanem ez egy rovarevő állat, és nyilvánvalóan azért fordul elő ott azon az élőhelyén, mondjuk épp egy kis kertben, mert ott megfelelő mennyiségű rovart talál. Tehát figyeljük meg, örüljünk neki, hogy ott van, mutassuk meg a gyerekeinknek. Térjünk át egy kicsit a szakmai munka egyik lényeges területére, a természetvédelmi rehabilitációra. Ennek egyik fontos része, hogy a dráva mellék, illetve holtágait megmentsék. Miért van erre szükség? Hát alapvetően azért van erre szükség, mert ugye az összes európai folyóval, és így a drávával is, bár vele talán kevésbé, mint mással,
de a folyószabályozáskor egy nagyon jelentős átalakítás történt. Tehát gyakorlatilag gátak közé vannak ezek a folyók szorítva, és azt a korábbi tevékenységét, amikor egy megfelelően széles mederbe tudott kanyarogni, és holtágokat, mellékágokat létrehozni, azt mondja, ma ezt a tevékenységet nem tudja végezni, hiszen vagy gátak közé van szorítva, vagy más, valamiféle más ilyen partvédő művekkel, de egy egyenes mederbe van terelve, pont ezért tudjunk rajta hajózni, hogy az árvízvédelmi tevékenységet végre tudják hajtani. És hogyha mi ezekhez nem nyúlunk hozzá, ezekhez a holtágakhoz vagy mellékágokhoz, ezek szép folyamatosan előregednek, egy idő után feltöltődnek és el fognak tűnni. Úgyhogy a Nemzeti Parkban, a Dráva mellett, de hát ezt mondhatom a Dunamenti területekre is, mi egyfajta ilyen holtág és mellékág rehabilitációs programot indítottunk. A Dunamentén ez a dolog most már konkrét megvalósításához érkezett, egy nagyon jelentős világbanki támogatással ezek a holtág és mellékág rehabilitációk elindultak. Az idei évben már konkrét kivitelezési munkák is lesznek, reményeink szerint Mohács térségében elsőként. A Dráva mentén pedig ott tartunk, hogy egy horvát-magyar nemzetközi pályázat keretében megkezdtük ezeknek a mellékágoknak a felmérését, illetve a rehabilitációjának az előkészítését. Tehát most a terveket készítjük, és hát reméljük, hogy pont a már korábban emlegetett Európai Uniós operatív programokból sikerül néhányat megvalósítani ebből. Mi az a JEF program? Ez a JEF program, ez az úgynevezett világbanki támogatás, ez a Világbanknak egy környezetvédelmi alapítványa, aki ilyenfajta tevékenységeket támogat. Konkrétan itt a Kárpát-medencében ez a Duna folyóhoz kapcsolódó tevékenység. Ennek van környezetvédelmi része, ennek keretében például a budapesti szennyvíztisztító bizonyos rehabilitációja valósul meg, és van természetvédelmi része, ami a Gemence és a Béda Karapancsai, tehát a Dunamenti térségben holtágaknak, mellékágaknak a rehabilitációját jelenti. A végső cél azt is hallani, hogy a Dunán keresztül a Fekete-tenger tisztább legyen. Számunkra ennek mi a közvetlen haszna? Hát ennek az a közvetlen haszna, ugye, hogy Európa egyik legnagyobb folyójáról van szó, a Duna folyóról van szó, és mi saját magunk a nemzeti parki területekkel, olyan holtágokkal és mellékágokkal rendelkezünk, ahova, hogyha ki tud jutni a víz, ott egy nagyon jelentős tápanyag mennyiséget tud lerakni, egyfajta ilyen öntisztulási folyamaton tud keresztül menni. Tehát ma a természetes ártelek azok egyfajta ilyen szűrőként működnek, a tápanyag egy jó részét meg tudják kötni. Ha ez az ártér jól tud működni, azért, mert ott a holtágok, meg a mellékágok, meg az azokat összekötő fokok, csatornák rendben vannak, akkor ezt a fajta ilyen tápanyag megkötő képességét a természetes rendszereknek fokozni tudjuk az ilyen beavatkozásokkal. Duna rekonstrukció hol tart most? Hát ez idejében várhatóan itt nagyon komoly beruházások indulnak már pont, amit már említettem, Mohács térségében, és hát ugye a korábbi években itt magyar forrásoknak, meg például egy holland nemzetközi támogatásnak a felhasználásával már történtek nagyon jelentős előrelépések. Itt Mohács szigeten egy holtágnak a rehabilitációját, a vízellátását valósítottuk meg, és hát Gemenc térségében pedig néhány mellékágnak a megóvására tettünk lépéseket. Hogyan tudnak újabb területeket védelem alá vonni, erre kíváncsi egy nézőnk? Hát védetté nyilvánítási eljárással van az igazgatóságnak egyfajta ütemterve. Egy nagyon alapos felmérés után itt a Dél-Dunántúlon felmérte a természeti értékeket, és ott bizonyos védetté nyilvánítási eljárásokat kezdeményezett. Hát vannak már folyamatban lévő ilyen tevékenységek, és hát nem olyan régen zárult le egy nagyon fontos, az úgynevezett Natura 2000 területeknek a kijelölése. Ezek európai jelentőségű védett területek. Itt nem csak azt vizsgálják az Európai Unióban, hogy Magyarországon veszélyeztetett egy terület vagy egy faj, hanem hogy ámblok Európában milyen a státusza, a veszélyeztetettsége, és ha bizonyos Európai Uniós kritériumoknak megfelel és úgy látják, hogy azt a fajt vagy azt az élőhelyet itt nálunk lehet megúvni, akkor lehetőség van arra, hogy ilyen területeket kijelöljünk, és épp az elmúlt évben került ezeknek a területeknek a listája kihirdetésre, tehát ma már a hazai védett területek hálózata mellett itt a Dél-Dunántúli térségben is egy nagyon jelentős ilyen Natura 2000 hálózat van. Úgyhogy nagyjából azért azt tudom mondani, hogy a védett nyilvánítások azért úgy, ahogy a finisébe érkeztek, tehát itt nálunk is olyan majdnem 100 000 hektárnyi védett terület van, még egy olyan 15 000 hektárnak tervezzük a védetté nyilvánítását, és közel kétszer ennyi ez az úgynevezett Natura 2000-es területeknek a hálózata, amelyek már védettek.
Ha ezt százalékosan nézzük, Magyarország területének körülbelül hány százalék? Magyarország területének 11-néhány százaléka az, ami valamilyen hazai védettség alatt áll, és a 20 százalékot pedig megközelíti ez a bizonyos nemzetközi védettség, tehát a NATO-zakézetes területek védettsége. Ez az arány egy icipicit talán rosszabb itt a Dél-Dunántúlon a hazai területek vonatkozásában, de nem olyan rossz a NATO-zakézetes területek hálózatában. Közben érkezett egy újabb kérdés, hogy hogy áll a Natura 2000 program, erről beszéltünk végül is. Igen. Egy kicsit talán részletesebben úgy látszik a nézőket. Hát ugye ennek az adminisztratív része az megtörtént, tehát a területek ki lettek hirdetve. De hát ennek a gyakorlati jelentősége az, hogy ezekhez a területekhez Európai Uniós támogatás igényelhető. Ugye ezek a területek valamilyen szintű mezőgazdasági művelés alatt állnak, legyen az erdőgazdálkodás, gyepgazdálkodás, vagy akár szántóföldi művelés is, és nyilván azért kerültek bele ebbe a hálózatba, mert ott valamilyen olyan természeti érték van, ami ilyenfajta tevékenység mellett is hosszú távon fent tudott maradni, sőt, tovább lépek el, nem csak, hogy fent tudott maradni, hanem igényel is ilyenfajta tevékenységet, úgyhogy az a támogatási rendszer, amit már az Európai Unió jó néhány tagállamába bevezettek, azt is sajnos el kell, hogy mondjam, hogy nálunknál fejlettebb és régebb ott a tagú országokban viszont nem vezették be. Nálunk most jelen pillanatban ott áll, hogy az adminisztratív lépés után most a támogatási rendszernek a kidolgozása kezdődött meg, és várhatóan 2008-tól ezek a támogatások igénybe vehetők is lesznek azoknak a gazdálkodóknak a számára, aki ilyen területbe került be. Hogyha szűkebb környezetünket nézzük, voltak olyan tervek, hogy a nyugatmeccsek, tájvédelmi körzet lesz, ahol tartanak most az előkészületek. A nyugatmeccsek tájvédelmi körzetnek az előkészítése a mi részünkről megtörtént, tehát a természetvédelmi kezelési tervét elkészítettük, a hatósági egyeztető tárgyalást még a tavalyi évben lefolytattuk, és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium részére a védetti nyilvánítása javaslatot felterjesztettük. Most jelenleg úgy tudom, hogy tárcaközi egyeztetésen van az anyag, és hát nagyon bízunk benne, hogy ebben az évben a tájvédelmi körzet kihirdetésre kerül. Egyébként pont ezen a héten, nem egészen a Dél-Dunántúlon, de attól nem olyan messze, a Mura mentén egy tájvédelmi körzetnek a kihirdetése éppen most történik meg, és másik két védett területnek, Tolna megyében a Bölcskei nőszirmos területnek, illetve hát itt Baranya megyében, Vajszló térségében a Bükhát erdőrezervátumnak a kihirdetése most pontosan a napokban történik. Ez két kisebb kiterjedésű terület. Ha újabb tájvédelmi területek lesznek, akkor megszaporodnak az önök feladataik is ezzel kapcsolatban. Ez hogy szokott működni? Akkor ehhez költségvetést is kapnak többet? Hát bízunk benne, hogy kapunk. Önmagában sajnos nem következik ez a dologból. Nyilvánvalóan, hogy a tevékenységünket akkor egy kicsit át kell szervezni. De azért tudni kell, hogy például a természetvédelmi őrszolgálatnak a hálózata az nem csak a védett területekre vonatkozik, hiszen védett természeti értékek nem csak a védett területen fordulnak elő, hanem a nem védett területeken is. És nyilvánvalóan azoknak a hosszú távú megőrzése, fenntartása, kezelése is a mi tevékenységünk közé tartozik. Tehát ha automatikusan létrejön egy új védett terület, az még nem jelenti azt, hogy oda új infrastruktúrát is kapunk. Nyilvánvalóan igyekszünk azokat a feladatokat a meglévő állománnyal ellátni. Beszéljünk egy kicsit a fajvédelmi programokról. Úgy tudom, hogy napi renden van a rétisasok védelme, és éppen a mai napon volt egy egyeztetés, civil szervezeteket is szeretnének megnyerni ennek az ügynek. Így van, a Somogy Természetvédelmi Szervezet és a Magyar Madártani Egyesület kezdeményezésében, illetve hát koordinálásában most már 20 éve zajlik az ország területén a rétisas védelmi program. Ennek kollégáink is részesei voltak, aktív résztvevői voltak, és pont a mai nap volt egy olyan egyeztetés, egy olyan megállapodás született, amelyben mi is, tehát a Dunadráva Nemzeti Park Igazgatóság itt a régióban szeretne aktívabban hozzájárulni ehhez a tevékenységhez, egy kicsit segíteni, ernyőt tartani az egész tevékenység fölé, és talán így sokkal inkább meg tudjuk ismertetni nem csak a szakmával, hanem a lakossággal is ennek a jelentőségét, hiszen a rétisas az Magyarország legnagyobb ragadozó, a Magyarországon élő legnagyobb ragadozó madár, eszmei, illetve védett természeti értékkel bír, nagyon érzékeny faj, tehát zavarást nem nagyon tűri, igen korán költ már, és nagyon komoly odafigyelést igényel. Az eddigi védelmi munkák úgy tűnik, hogy nagyon jó eredménnyel jártak, tehát még korábban csak néhány fészkelő párról volt tudomásunk, ma már ez itt a régióban több tíz párra
tehető. És hát ezt szeretnénk folytatni, és ehhez szeretnénk mi is nagyon aktívan és a lehetőségeinkhez mérten hozzájárulni. Hogy védheti valaki, mondjuk a rétisasokat, egy civil szervezet, hogy tud segíteni, egy erdőbejáró ember, hogy tud segíteni? Hát itt egy egész pontos hálózata van a fészkek megőrzésének. Ezek a civil szervezetek, amelyeket itt a kolléganőm felsorolt, ezek 20 éve foglalkoznak ilyenfajta tevékenységgel. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy ha találnak egy fészket, akkor annak a védelmét meg kell szervezni. Egyrészt bejelentik felénk, mi bejelentjük a zöld hatóság felé, de hát ugye ezzel nem oldódott meg még a probléma. Nyilvánvalóan ott a fészek egy bizonyos körzetébe, legalább a költési időszakban, ami ennél a fajnál februártól egészen május-június időszakig terjed, meg kell valamilyen módon szervezni a védelmet, hogy minél kevesebb zavarás legyen. Az azt jelenti, hogy például ezeknek a civil szervezeteknek az aktivistái, például a Madártani Egyesületnek, akinek több száz tagja van csak itt Baranya megyében is, ezeket a fészkeket rendszeresen meghatározott időnként ellenőrzik, persze megfelelő távolságból, hogy ők se zavarják ezt a madarat, és a természetvédelmi őrszolgálatnak a munkáját így tudják gyakorlatilag a civilek is segíteni. Persze gondolom, nem csak az állatfajokat kell védeni, hanem a növényeket is, amelyek a mecsekben az igazgatóság területén találhatók. Túl vagyunk már a hóvirág szezonon, mennyire gyűlt meg a bajuk a hóvirágszedőkkel? Azt se szabad, ugye? Hát azt tudom mondani, hogy semennyire. Legalábbis ebben az évben. Ugye tavaly évben életbe lépett egy Európai Uniós rendelkezés, pont itt a Natura 2000-es jogszabályok kapcsán is. A Natura 2000-es faj lett ez a bizonyos hóvirág, de nem azért, mert nálunk olyan kevés van belőle, hanem azért, mert az Európai Unióban tényleg nagyon kevés van, és úgy gondolják, hogy a magyarországi élőhelyek azok, ahol a hóvirágot hosszú távon meg lehet óvni. Ez az egyik oka. A másik pedig azt gondolom, és szerintem ez a társadalom számára érthető és elfogadható, hogy hát ez a virág is ott a legszebb, ahol a természetben előfordul, és ahol a természetben nyílik. Szerintem a többek között az igazgatóság propaganda munkájának, vagy a magyar természetvédelem propaganda munkájának köszönhetően, meg hát azért ebből az is benne van, hogy egy kicsit korán jött a tavasz a nőnap előtt, jóval korábban, idén hát megnyugtatóan tudom mondani, hogy a mi illetékességi területünkön ilyen jellegű probléma nem fordult elő az országban, máshol azt biztosan a híradásokból hallották, de mi ezzel a problémával nem találkoztunk. Mik azok a növények még, amelyek védendők, miből van kevés itt a környezetünkben? A Dél-Dunántúlon számos védett növényt lehetne felsorolni. Tehát többek között a tavaszi virágok közül, hogyha meg lehet említeni a szártalan kankalint, ami itt a mecseken nagyon nagy számban fordul elő. Ezek egyszerűen csak védett fajok, vagy például a májvirág, amit szívesen kötöttek régebben is csokorba. Védett növényfaj, a szúros csodabogyó is, a korábban a virágkötőknek kedvelt növénye volt. Azt hiszem, hogy a társadalom is talán nem túlzás azt mondani, hogy tudatosabban foglalkozik a védett fajokkal és a védelemmel is. Tehát ma már nem lehet olyan nagy számban ilyen jellegű szabálysértési eljárásokkal találkozni. Itt a mecsekben talán szimbolikus növény a bánáti bazsarózsa is, amely ugye fokozottan védett faj, és a keletmecseknek egy unikális faja, egy különleges, sehol máshol elő nem forduló faja. Ezekre mind szabad odafigyelni, és szabad nagyon büszkének lenni rájuk. Beszéltünk sok-sok fejlesztési tervről, a felújításról. Érinti-e ez a Mohácsi Történelmi Emlékparkot? Ráférne. Így van, ezt mi is így ítéljük meg. A jelenlegi emlékhely, ami most látogatható, az tulajdonképpen a 1976-ban létesült arcát mutatja. Amióta a Nemzeti Park Igazgatóság felügyelete alá tartozik, számos felújítási munkálatok folytak. Próbáltuk azért a jó állagot megtartani, és nagyon sok bemutató táblát helyeztünk el, igyekeztünk a kopjafákat is, az emlékoszlopokat rendben tartani, felújítani. Most azonban egy ennél sokkal nagy ívűbb tervet fogalmaztunk meg, amelybe számos szervezetet, együttműködő partnert is szeretnénk bevonni, illetve hát az együtt gondolkodásba már be is vontunk. A
Mohácsi történelmi emlékhelyet kibővítve egy történelmi emlékparkot szeretnénk ott létrehozni, amely magát, a csatát, a csata történelmi előzményeit, illetve következményeit méltón mutatja be, és talán a mai kor látogatói igényeinek megfelelően interaktív módon egy kicsit több élményt, egy kicsit több ismeretet átadva. Bízunk benne, hogy ehhez is megtaláljuk az uniós támogatási lehetőségeket, forrásokat és az együttműködő partnereket is. A beszélgetés során azt hiszem nagyon sok ötletet, programjavaslatot említettek, amik talán kedvet csináltak a családoknak arra, hogy most már tényleg itt lesz a tavasz, kimozduljanak egy kicsit. Honnan lehet információkat szerezni? Tehát, hogyha valaki teljesen járatlan abban, hogy mit érdemes megnézni, de elhatározza, hogy mostantól ez másként lesz, hova fordulhat segítségért, hol kap útbeigazítást? Egyrészt pécsi nézőinknek mondom a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Központját, ahol a Zöldpont irodában tájékozódhatnak az aktuális programokról, illetve a Nemzeti Park Igazgatóság rendezvényeiről, illetve otthon, aki számítógéppel, illetve internet kapcsolattal rendelkezik, az a www.ddnp.hu honlapon tájékozódhat az aktuális programjainkról. Épp mai nap folyamán került fel a honlapra az egyik áprilisi programunk, amely őrtiloson kerül majd megrendezésre a Muradráva összefolyásánál. Ez egy nyelvényszerző túra lesz szakvezető kíséretében, ajánlom mindenkinek szíves figyelmébe programot. Ez a húsvét utáni hétvégén lesz, tehát így a húsvéti ünnepek alkalmával felszedett kilókat, hogy lemozogjuk, arra is jó, illetve hogy megismerjük a Dráva mente különleges élővilágát. Így a műsor vége felé mindannyiójukat arra kérem, hogy válasszanak ki egy olyan programot, ami most a közeljövőben lesz, és amire igazán hívnák, csábítanák a pécsieket. Mi lenne az a program, Eszter? Én Béda Karapancsára, tehát erre a területre, az aldonai területre szeretném az érdeklődőket elhívni. Amikor egy kicsit melegebb lesz már az idő, 7 személyes kenuba ülve a külső Béda holtágon lehet végigevezni, és az ottani vízi életet, illetve ártéri életet lehet megismerni. Attila már adott egy tippet, van esetleg még valami? Hát nem csak ezt az egy programot, hanem a Nemzeti Park összes szakvezetéses túráját ajánlanám a kedves nézők figyelmébe, ami a tavaszi időszaktól folyamatosan szinte 2 hetente vagy hetente kerül megrendezésre különböző helyszíneken, Dél-Dunántúlon, illetve a Nemzeti Park különböző területein. Igazgató úr, hova vinne minket? Hogyha a kolléga nem egy drávai, vagy egy dunai programot ajánlottak, egy drávai programot ajánlanék. Balcs Dráva Szentes térségében van egy nagyon szép bemutató központunk, ami mellett egy ilyen őshonos átbemutató hely is található, és ez ebben a szép tavaszi vagy koranyári időszakban ott szürke marhákat, rackajuhokat, ciktajuhokat és más őshonos háziállatokat lehet megtekinteni. Ott van egy tanösvényünk, van egy vízesélőhelyünk, és hát pont most készül egy ilyen bemutató kis múzeumunk, ami várhatóan a nyár végére meg fog nyílni. Én azt ajánlám, hogy ezt viszonylag jól megközelíthető, ezt keressék fel a látogatók. Önöknek egyébként mennyi idejük van arra, hogy élvezzék is a természetet, ne csak a munkájuk kapcsán találkozzanak vele, hanem elviszik a családjukat? El szoktak menni kirándulni? Hát igyekszünk eljutni, bár azt tudom mondani, hogy lehet, hogy mi már a fától sokszor nem látjuk az erdőt, ugye a meglehetősen nagy adminisztrációval jár ez a tevékenység is. És hát ugyan már nagyon sok helyre eljutunk itt a Dél-Dunántúli régióba is, viszont az idő meg nagyon kevés, hogy mi saját magunk is fel tudjunk töltődni a természetben. Eszter Attila, szintén aktívak természetjárásban? Azt gondolom, hogy nagyon büszkén mondhatom, hogy a családom a tavalyi évben az összes jelvénygyűjtő túrán végigjárt, és a gyerekeim igen büszkén viselik ezeket a jelvényeket a mai napig, és most például a húsvéti szünetben Dráva Tamásiba fogunk menni, és 4 napot ott fogunk a Nemzeti Park Igazgatóság szálláshelyén eltölteni. Attiláról meg tudjuk, hogy nagy barlangász, ezt már el is mesélte, de műsoridőnk lejárt, úgyhogy én nagyon köszönöm az információkat, a sok-sok tippet, programajánlatot, és további sok sikert kívánok munkájukhoz. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmüket és a kérdéseket. Jó kirándulást, viszontlátásra!